kétféle ember létezik a világon, akinek van alibije, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény. Szép jó reggelt a kedves hallgatóságnak, megyünk tovább a Millás reggelivel itt a 90.9 Jazzin. 4:09 lesz 2 perc múlva, így augusztus 3-án kedden, és itt van velünk Kántor Endre. És Gede Balázs. És a 0630-2010-909-es SMS, WhatsApp és Viber szám azt írja nekünk Tibor, hogy sziasztok, a szakaszos építkezés a szakaszos hitelezés miatt van sokszor. Info az asszony, tózárója hitelező. A témához még, hogy ő asztalosként nem tud időpontot, csak sorszámot adni. Az előttem lévő csúszások miatt, már nem írja Tibor, anyagot betárolni, hát nem könnyű, hely sincs ingyen, a zsákos anyagok meg bekötnek, úgyhogy mindenképp kaki van a palacsintában, sajna. Úgyhogy látható, ugye, hogy mennyire összetett ez a probléma, tehát a finanszírozástól kezdve a szakemberek, hogy érnek rá a logisztikai kérdések, anyagok tárolása, mozgatása, szóval igen, nehéz a pálya. Aztán még 8 óra előtt jött, hogy a határúton reptére vezető felüljáró alatt a Kőér utcán nem működik a lámpa, a kanyarodás nem a legkönnyebb most itt bármely irányba, így a metrópótlónak sem, írja Levi a metrópótlóról, de ezt mondhattam volna ezután is. Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n. Mindegy, a sorrend a lényeg, hogy az info eljutott a hallgatókhoz. Megnézzük, hogy az útinform, bocsánat, frissített. Hát van baleset sajnos a Könyves Kálmán körúton, az Árpád híd felé a Kőbányai út előtt a külső sávban, illetve az Üllői úton a Kőér utcánál, ott sárgán villognak a jelzőlámpák. Igen, vigyázni kell. Erről írt a hallgató. Meg én szerintem volt valami Recer utca helye húja itt az M7-esen is, mert elképesztőt lehetett hallani szirénázást. Az útinform arról ír, hát mondjuk kicsit távolabb tőled, de az M7-es autópályán Budapest felé Szabadbattyán közelében egy autó a korlátnak csapódott, a 72-es kilométernél a leállósávot tartják zárva. Aztán összeütközött két személyautó, ja, az Szajolnál 4-es főúton, igen, ezt elmondtuk reggel, hogy a 106-os kilométernél sávzárás mellett helyszínelnek, ez az oka a lassulásnak. És hát M0-ás déli szektor továbbra is az M1-es felé haladók, a Hárosi Dunahíd előtt torpannak meg, halászták ki kijáratnál, ahol korábban egy kamion és egy személyautó is ütközött, már nincs korlátozás, ennek ellenére az 51-es főútól araszolásra kell készülni. Nagyjából ezeket találtuk. Na, hát arról fogunk beszélgetni, hogy a gazdaság újraindítása érdekében a kormány hozzányúl az idei évi költségvetésben meglévő szabad forrásokhoz. Hát, hogy ez hogyan befolyásolja például a költségvetési hiányt, meg az áramháztartás helyzetét, Virovácz Péterrel, az ING Bank vezető elemzőjével fogjuk megbeszélni. Szia, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Először nézzük meg ez a tétel, vagy ezek a szabad források a költségvetésben hol helyezkednek el, mekkora összegről van szó, mire fordíthatja most ezt a kormány, amit a pénzügyminiszter közölt? Hát kis túlzással azt mondhatnám, hogy mindenhol, úgyhogy költségvetési szakértő legyen a talpán, aki ki tudja hámozni itt az elmúlt 2 év költségvetéséből, hogy pontosan akkor most mi is az, ami igazándiból tartaléknak számít, mi az, ami egy olyan lekötött tartalék, tehát nem szabad vele számolni. De igazándiból szerintem nem is ez érdekli most a hallgatókat, hanem hogy nagyjából az összeg. És hát amikor eredetileg megtervezték a költségvetést, ugye akkor még több mint 200 milliárd forintnyi tartalék szerepelt benne. Ez volt kormányzati rendkívüli tartalék, gazdaságvédelmi program, meg járvány elleni tartalék. Aztán ugye jött a költségvetés módosítása. Ugye itt tudjuk, hogy most már 7,5%-os költségvetési hiány tervet a kormányzat, és hát nyilván ez alapvetően a gazdaságvédelmi alapon keresztül jelent meg ez a többlet kiadás, illetve a járvány elleni védekezés. Hát most nagyjából szerintem valahol a GDP 1% a környékén járhatunk, ez megint ilyen 4-500 milliárd forintos tétel. Tavaly kb. Ugyanennyi volt egyébként a különböző címeken megjelenő tartalék a költségvetésben,
és ezek nagy része igazándiból, bár pántlikázom, vagy úgy tűnik, hogy gazdaságvédelmi program, de hát most igazándiból a beruházást is lehet gazdaságvédelmi Persze. programnak nevezni, meg a járvány elleni védekezés, hogy bele lehet szuszakolni olyan jellegű költségtételeket, mint mondjuk teszem azt az orvosi béremelés, mert hát végül is valamilyen szinten ez azt támogatja. Szóval, hogy innentől kezdve az, hogy most milyen pántlikája van annak a tartéknak, kb. Lényegtelen, viszont tényleg több százmilliárd forintról beszélünk. És még van egy nagyon fontos tényező, amiről ne feledkezzünk el, ez az úgynevezett implicit tartalék. Uh-huh. Ez mit jelent? Azt, hogy hogyan tervezte a költségvetés a 2021-es makropályát, és ahhoz képest mi lehet a realitás. 4,3%-os GDP növekedés mellett tervezték a bevételeket meg a kiadásokat. Na hát ezért ennél kicsikét jobb lesz a növekedés. Tehát inkább 6, szerintem 7% feletti GDP növekedésről beszélünk. 1-1 százalékpont a GDP növekedésében az ilyen 100 milliárd forintos tételeket jelent plusz bevételben a költségvetés számára. Tehát csak ebben, hogyha tényleg ilyen magas lesz a gazdaság teljesítménye, megint több 100 milliárd forintnyi tartalékot találunk, és akkor nem beszéltünk még arról, hogy a kiadások is kisebb mértékben jönnek majd, hiszen innentől kezdve arról beszélünk, hogy kezdőbb a munkaerőpiaci helyzet, hamarabb lehetett kivezetni a különböző támogató intézkedéseket, tehát itt azért csak összeadódik jó pár száz milliárd forint, amit aztán el lehet költeni akár beruházások finanszírozására, vagy előfinanszírozására, addig, amíg például az Európai Uniós pénzek azok nem érkeznek meg. Világos, akkor könnyen lehet, hogy a költségvetési hiány nem is növelik ezek a tételek? Egyelőre úgy tűnik, hogy nem növeli, de nézzük meg, hogy pontosan miről beszélünk. Ugye, ami a legfontosabb dolog, az most a helyreállítási alaphoz kapcsolódó kiadások. Ugye a helyreállítási alap esetében mindenki egy 2500 milliárd forintos tételről beszél, hogy ennyi visszanemtérítendő támogatás jár Magyarországnak, de nyilván ezt nem kapjuk meg egybe, hanem ezt gyakorlatilag hosszú éveken keresztül lehet majd lehívni az Európai Uniótól, és amitől most elesünk, lényegében amire számíthattunk 2021 második felében, az előfinanszírozás, ugye az Európai Unió által bármiféle projektindítás nélkül csak a tervre adott előleg. Ez 13%-a a rendelkezésre álló visszanemtérítendő keretösszegnek, 325 milliárd forintról beszélünk. Ezt már gyakorlatilag mondjam, hogy az eredeti tartalékokból is tudja mozgósítani a kormányzat, de hát itt van még ugye ez az implicit tartalék, ami a növekedésünkből fakad, tehát innentől kezdve ezt a 325 milliárd forintnyi tételt, ez viszonylag egyszerűen elő tudja teremteni a kormányzat, és innentől kezdve én azt gondolom, hogy nincsen veszélyben a módosított 7,5%-os hiánycél, és nem csak én gondolom így, hanem hogyha megnézzük a nemzetközi hitelminősítőknek a legutóbbi jelentéseit, nem is kell messzire mennünk, péntek éjjel ugye a Fitch adta ki igen a jelentését, és ő is azt mondta, hogy igazából addig, amíg az államadósságráta csökkenni fog, addig őket olyan nagyon nem érdekli, hogy most akkor 7,5% a deficit, vagy 6% a deficit, hogy jön-e az EU-s pénz, vagy nem jön. Amíg az államadósságrátát tudjuk csökkenteni, addig köszönik szépen, nem igazán fognak velünk foglalkozni. Aha. Jó, ez érdekes, mert közben ugye azért itt eléggé riasztónak ható híreket látunk, és akár a Magyar Nemzeti Bank elnöke Matolcsy György is most már komolyan figyelmeztetett az államháztartási hiány csökkentésére, és látjuk ugye ezt a növekményt folyamatosan, mármint hogy nő a hiány. Így igaz, de azért ne feledjük, hogy mindenki a saját pozíciójából beszél. Ezt a piacon szoktuk általában mondani, hogy valaki pozícióból beszél. Tehát nagyjából itt is ez a helyzet. A költségvetés célja a gazdaság élénkítése, hát pláne, hogy ugye egy választási időszak közeleg. Ezzel szemben mi a jegybank fő cél, az árstabilitás. Most 5% feletti infláció mellett, azért lássuk be, nem igazán vagyunk közel az árstabilitáshoz. Persze, hogy azt mondja a jegybank, hogy mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ezt minél hamarabb letörjük, ehhez pedig kell a költségvetés segítsége. Tehát ők nyilván ezt fogják mondogatni, de azért valahol az igazság a kettő között van. Szerintem nem reális elképzelés és elvárás az, hogy egyik évvel a másikra egy ilyen törékeny gazdasági helyzetben levágjuk a költségvetés hiányát, ami effektíven megszorításokkal járna. Visszavágni beruházásokat, visszavágni különböző támogatásokat, de nyilván az se feltétlenül szerencsés, hogy ennyire, hogy is mondjam,
magas az implicit tartalék, és nehezen átlátható, hogy akkor most mennyi tartalékunk van, mire lehet ezt költeni, és a végén valószínűleg tényleg ott kötünk ki, hogy valóban 7,5% környékén lesz a hiány mértéke, aminél nyilván lehetne kicsit kevesebb is, hogyha nem költünk például ezekből az extra bevételekből, ami a gazdaság növekedéséből, vagy a terven felüli növekedéséből fakad, és akkor valószínűleg valahol itt a kettő között találjuk meg az igazságot, és egy kompromisszummal ki lehetne jönni mondjuk egy ilyen 4,5-5% körüli költségvetési hiányel, és még akkor sem történne tragédia a gazdaságban, de mondjuk az extra bevételeket azt államadóság csökkentésre lehetne fordítani. Egy kicsit ilyen számkarata is van, nem Péter? Mert ugye van ez a parlament által elfogadott és milliárd forintban kifejezett hiánycél, és van ugye a GDP arányosan 7,5%-os deficit, ami nem ugyanaz a két összeg. Sőt, még azért rakjunk bele még egy dolgot, csak hogy még bonyolultabb legyen. Ugye van, aki folyamatosan a cash flow hiányról beszél, tehát lényegében a pénzforgalmi hiányról, mi az, ami bejött, mi az, ami kiment az adott évben, és valaki például ugye az Európai Bizottság a Maastrichti hiány nézni, az eredmény szemléletű hiány, erre például a legegyszerűbb ilyen példa az lehet, hogyha jövőre, tehát 2022 elején itt az SZIA visszatérítések megtörténnek. Ugye ez pénzforgalmi szempontból a 22-es költségvetés terhe, hiszen akkor utalják vissza a pénzeket. Eredményszemletben viszont a 21-ből befolyt költségvetés befolyásolja, a 21-re vonatkozó adóbevételekből juttat vissza a háztartásoknak a kormányzat. Tehát itt aztán tényleg nagyon-nagyon nehéz rendet tenni között a sok szám és mutató között, és tényleg mindenki vitatkozhat mindenkivel, mert talál magának olyan számot, ami éppen neki kedvező, vagy éppen kedvezőtlen. Igen, és talán a másik ilyen dolog az, amit itt sokan kritizálnak, és ez kicsit ilyen politikai síkra viszi, de én nem szeretném, csak azt szeretném, hogyha beszélnénk róla, hogy olyan kritikák jelentek meg ezzel kapcsolatban, hogy ugye rendben van, indítsuk be a gazdaságot, és nyilván a pufferekhez nyúljunk hozzá ennek érdekében, és legyen ez a növekedés meg, mert erre szüksége van az országnak, de hogy ez mennyire segít mondjuk az, hogy különböző vagyonkezelő alapítványokhoz juttatnak 100 milliárd forintokat, ez megint egy olyan, hogy abba lehet sorolni, hogy nyilván ezek az alapítványok is ezt segítik elő, mások azt mondják, hogy nem, tehát ilyen viták is folynak a háttérben. Ráadásul arra még nem is beszélve, hogyha tényleg egy ilyen 6-7% körüli gazdasági növekedésről beszélünk, ez nagyjából és egészéből a több száz milliárd forintnyi elköltött forrás nélkül beszélünk ezekről. Tehát nyilván elindulhatnak uniós projektek, de azért lássuk be, ezek már olyan nagyot nem fognak lökni a gazdaság növekedésén. Ezek jó esetben indulnak itt az év második felében, de inkább a negyedik negyedévben. Talán pár tized százalékpontot hozzáadnak a gazdaság teljesítményéhez, de nem ebből fakad majd ez a 6-7% körüli gazdasági teljesítmény. Ez mondjuk a jövő évi gazdasági növekedésben látszik majd számszerűen, de hát nyilván egy választások előtt nem azt lehet lenni, hogy majd jövőre milyen lesz a GDP, hanem azt lehet lenni, hogy most mennyit költünk, hogy nagy legyen a bruttó hazai termékünk. Tehát innentől kezdve ez megint csak egy olyan kicsit szakmai szemmel feleslegesnek tűnő költés, amit meg lehet indokolni, de alapvetően nem biztos, hogy ezt most kéne elkölteni. Lehet, hogy lesz egy negyedik hullám, lehet, hogy lesz sokkal problémásabb helyzet, amikor ezekhez lehetne nyúlni, és nyilván az is megkérdezhető, hogy nagyon-nagyon erősen toljuk a beruházásokat, miközben ti is arról beszélgettek, hogy gyakorlatilag az építőipar az a megáll, mert anyaghiány van, szakember hiány van, egészen nem lehet tervezni a munkát, és tényleg még erre ráöntünk pár. Hát nem lehet tovább fűteni egész egyszerűen, ugye a korlátok miatt. Igen, pontosan. Világos. Okay. Onnan akartam kérdezni, hogy mik a veszélyei ennek az egésznek, de hát ezt elmondtad magadtól is, úgyhogy ezekre kell odafigyelni, miközben a másik oldalról ugye pedig szintén elmondtuk, hogy a hitelminősítők mit mondtak, úgyhogy ők egyelőre nem érzik ezt problémásnak. Igen, egyelőre kivárnak, aztán majd meglátjuk, hogy ha esetleg még jövőre is nem teljesít úgy a költségvetés, akkor lehet, hogy már elgondolkozok valamiféle erősebb értékítéleten, de egyelőre nem nagyon aggódnak, és addig, amíg ők sem aggódnak, a piacok sem aggódnak, tehát látjuk, hogy azért az adósságfinanszírozás rendben van, nem szálltak el a hozamok, nem szállt el a forint. Mindig nagyjából én azt gondolom, hogy úgy érzékeli a költségvetési politika, hogy ez így rendben van, és lehet csinálni. Nyilván az infláció lesz itt majd a legfőbb kérdés, de az meg kis túlzással egy bank dolga,
pénzügyminisztérium ezzel olyan nagyon nem foglalkozik. Neki még jó is az infláció, hiszen magasabb infláció mellett többletbevétel keletkezik. Rendben, Péter, köszönjük szépen, hogy ezt átbeszéltük. Jó munkát és szép napot kívánunk neked. Köszönöm szépen. Szervusz. Sziasztok. Jürovácz Péterrel, az ING Bank vezető elemzőjével beszélgettünk, miközben Viktor apu azt kérte, hogy csináljunk egy olyan napot, amikor tilos úgy elköszönni, hogy jó munkát, szép napot. Gondoltam, hogy majd most egy jó, nehéz, tré munkanapot és egy pocsék napot kívánok Jürovácz Péternek, de nem, egyszerűen nem jött ki a számon, nekem ez jön ki csak. Az meg, hogy viszont hallás, köszönjük az interjút, viszont hallásra, hát most meg a közszolgálati rádiócsatornákon tessék meghallgatni az ilyen típusú elköszönés, nekünk most ez van, de majd megpróbáljuk valahogy cizellálni és bővíteni a... Én tudom. Na. Szia, uram! Ez lesz, lesz a legjobb. Így elköszönni mindenkit. Okay. Szia, uram! Na, akkor egy zenével így el is köszönünk. Sújtandi hírei jönnek utána, a rövid hírei. Azt követően pedig aranyköpéssel folytatjuk a millás reggelit. És ahogy azt már beharangoztuk, hogy észjáték rovatunkban az alapanyag hiány sújtotta raklap piacról fogunk beszélgetni. Az is sújtja, de alapvetően ami nálunk most fókuszban lesz, és ami miatt megkerestük Járik Tamást, a Mavrec Railway Engineering Corporation Kft. Raklap ellenőrző divízió vezetőjét, az az, hogy hamisítják a raklapokat, úgyhogy erről fogunk vele beszélgetni majd a híreket követően.